Szeretném megkérni Hegedűs Erzsébetet, akinek majd is adnám a szót. Nagyon szépen köszönöm mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntök. Nem csak együttes vagyunk, hanem lesz kiadók is, és a Streng és Nyerszi DT nevében vagyok most per pillanat itt, hiszen ezt az albumot, az egy magyar albumot miattuk ki, beszélgetünk Tanta Lászlóval, és mondta, hogy van neki is egy pár dala, amit szívesen meghallgattunk, és úgy döntöttünk, hogy a világtalálkozó alkalmából az albumokra ezt a dalt is föl kell tenni, mert nagyon csodálatos. Meghangszerelésre került, és lám köszönve önöknek a rajzolászé változott egy év alatt. Good.
Gratulálok az aranylemezhez. Hogy született ez a lemez? Köszönöm szépen. Hát hosszú története van, én fiatal koromban, tínédzser koromban zenekart alapítottam Debrecenben, originál volt a neve, és vagy 6-8 éven keresztül játszottunk, és nagyon sok saját számot készítettünk, vagy 30-40 saját számokból felléptünk. Aztán 20 éves koromban abbahagytam ezt a történetet, és olyan hobbiszerűen megmaradt nekem a zenélés. És akkor így számokat írunk, a feleségem írja a szöveget, Iréne, én valókat, és akkor ez úgy csak amatőr szinten és hobbi szinten, aztán a barátaim szóltak, hogy ezekkel a számokkal érdemesebb lenne kezdeni valamit, menjünk el egy stúdióba, vegyük föl, és akkor fölvettünk a 8-10 számot így, és a Merciéknek volt ez a kezdeményezés, nagyon örülök nekik, segítettek a hangszerelésbe, a stúdióba, és beválogatták erre, és aztán így lett a világ találkozó dala, és akkor ebből lett egy szép kis történet. Azért is, mert egy picikét megérinti azt az emigrációs világot, amely az 56-os kivándorlók gerjesztettek elhagyni a hazát, és ezt minden kivándorló átérzi. És mivel nagyon sokat jártam a világban, nagyon sokszor, sok ezer emberrel beszélgettem, azt gondolom, egy kicsikét átjött az az érzés. Amikor írtuk a dalt, sokszor magam is megkönnyeztem. Azt is látom az embereken, hogy olyan üzenete van, ami sokszor fájdalmas, és ugyanakkor örömteli, mert az, hogy hazavárunk, gyertek haza, és indulj hát el hazafelé. Ez a legnehezebb döntés. Elindulni innen, ki, és elindulni hazafelé. De én azt mondom, egyszer mindenki hazatér.